Hallelujah. Hogy a juhász, egy juhász legé. Csinítse gyebe, csak és subája szége. A subája arany szállal a teli. A babája igazán szerheti. Saja súbája a rajszállal a teli. A babája igazán szerheti. De suba, suba, arany szörű súba. Mit nem adnék, ha te köré tudod, mert az ökör csak járomba való. Az éjsúba szép kislányt akarok, mert az ökör csak járomba való. Az éjsúbám szép kislányt akarok. Nézed, hogy mit látsz? Már benyomot látsz? Hát azt nem látok. Alszanak már azok, hallod? Azok igen, ha nem bolyognak. Úgyhogy ez egy olyan igazi kis... Olyasmi, mint... Habarász. Habarász, jaj. De még sokat tart, hogy habarász. Nézed, a vannak ám itt kanyarok. De őt oda ki kell, abba menjünk. Hát oda nem, azt nézed, ott balról, ott van a Békásszoros, látod azt? Igen, az út itt menj fel alattunk. Ott alattunk, mert valahol a mélybe. Igen. Hát itt már több száz méterrel vagyunk, ugye a Békásszoros fölött. És ezeknek itt a kibótjuk van? Szerintem nincs. Nagy hát laknak egy nagy település. Hát majd meglátod, nézed befele ott a Békásszoros, hogy lehet látni. Most ugye jobban lehet innen látni. Igen. Utasd egy kicsit úgy, hogy le a fenyő között annyira nem lehet. De, nem lehet Béla látni annyira. De most a lombosfák legalább nincsenek. Nincs. Béla az, de nem annyira ne látod. Jó. Utat látod. Na most elfordulunk és akkor megyünk, csak ne a kocsit mutasd, de az utat mutasd te. Hát még a kocsi is belé kell esni, ha mi válmegyünk, gyalog? Ja. De ez arhoz fog. Otthon és akkor itt nem sokára elkagyarodik az út, mert balra tudnánk menni Kupásmező, úgy hívják, jobbra pedig ugye Bernát telep. És akkor hova érnünk be, ha mi mennünk itt? Nem érnünk be valahol oda vizére? Hát nagyon át kell menni a hegyeken úttalan utakon, érted? Igen. Tehát itt a Kupás, vagy a Bernát telep fele mennénk, megyünk most, érted? Értem. Na, úgyhogy, én nem tudok, hogy volt. Úgyhogy itt már érkezünk, nézd oda, itt van Bernát telep. Ez aztán jól elzárt település. Mit szólsz hozzá, gyárfás? Hát, ne is mondd, hogy mi csúfájt. Ennyi van-e Bernát telep? Mi csúfhely? A tök szép hely. El vannak zarkodva. Ja. Szép hely, nem mondd, hogy nem szép, de el vannak zarkodva az emberek. Hát el. Nem úgy van, mint a Hanukukra. Jaj, hát ide aszfaltos út nem vezet. Nem vezet aszfaltos, én elírtem, de nem is úgy van, mint nálunk. Hát nem. Na már itt van egy épület. Na itt vannak valami panziós menetek, igaz? Nem, az ilyen fatele. Azt a kutyát ott hogy hívták? Igen, Mazurbi, tök igaz. Nem, mafúrt ki. Igen, és akkor bassza meg a keresztet. Egy na nézz oda, micsoda sziklák. Ott a sugószúrdok látod másik irányból. Igen, itt menjünk hátra, itt van egy kicsi kalibó. Itt ennyi épület, itt ülhet egyedül ez az ember. Kivel beszél? Hát nem tudni. Szomszédjával. Hát igen, csak itt nem ott lakik a szomszédja mellett. Jaj. Itt egyedül lakik. Jaj. Itt amikor tényleg havas csúfidő van, hát nem unalmatos hát. Nem, mi csináljon? Ben nézi a házból a...
hogy hívják ott, hogy... Ó, ott egy drúzsba nézd a izén. Ja, itt meg az ember is itt van. Na, hát akkor... Várj, na, amikor én küldtem meg. Ja, hát de visszatollatok. Na, gyerünk. Visszatollatok, mert aztán, hogyha jövünk vissza, akkor meg nem biztos, hogy itt lesz. Nem tud magyar. De majd meglátjuk, de szerintem se tud. Bácsi, jaj. No, mi húznás, bácsi? Szó, Héza. Jó napot! Szia, na, pero van este, vesz? Na, du este, ungur este? În zona aici nu este om care știe pe ungurește. În zona aici nu este. Nu este. Nu sunt de aici, eu. Vine cu un genere, vedeți așa? Kérdezz meg, hányan laknak itt? Küte persone? Küte persone este aici? Küte casa este? Sau nu știi dumneavoastră? Nu știu. N-am innat valóta. Ah, ok. No, sănătate, nu mai bine. Na bine! Jos, acolo, sat. Da. Da, la revedere. Ce ai gândit cu zăchine și ce zice mai nealbă tapete? No. Nu-i tu n-ai ieșit de nealbă. Hai, hai. Adi da bine, chici ca formul. De ők ott igenesen nem tudnak kijönni gyalog. Na, hát gyalog biztos tudnak jönni. Nézed, itt lehet már úgy látni majd szemben így a kis falucskát. Na menjünk végig, ki se tudunk jönni a kis falucskát. Hát de most már itt vagyunk. Na mi, de mi vagyunk. Na, kicsi Péter, semmi pénzé nem lopnék. Én ezt csufájt lopok vagy. Ha miért? Menjál. Hát te ilyen környi szeretnék. Hát itt ilyen helyre nem kell nekem szomszéd. Nézd, van áram is. Oda néz, ott a lovas szán, ezt nézd meg. Kalbala. Fehér ló. Kalbala. Ez a dzsinérje. Hát ide olyan anyja miért vérez, szegény bolond. Ide kiáll a helyre. Nem ilyen, mint okunk kell. Ide mind sem évén menjünk. Ki se tudsz jönni. Ja, hát itt lehet, hogy... Nem menj végül. Na, de itt el tudunk jönni. Jó, azt a taszítod itt, menj itt vagy. Há, majd te taszítod. Nem ilyen szép jó. Nézd oda, ott is ott vannak méhek. Jóhók. Még utcanév is van, látod? Bőrnádú. Azt nézd meg. Nádú. Na, itt nekik a dzsinér, menjetett ki a számba. Ott vannak a juhok, nézd, ott is élnek emberek, látod? Van fájuk. Ides fiam. Nem ilyen szép jóhók, hé. Bérbé. Hát szép. Nézd oda, ott is jó, látod, bér, micsoda házak vannak. Á, és ne ott bér, aki oda béne. Fittes mi van, ha szép ház, de nem ilyen csak volt. Itt a víz az, hogy elviszi bérköt az egész. Nézd, de itt vannak az utcanevek. Na itt megállok, küljebb, nem megyek. Ne menjek tovább egyenes? Nézd oda, ezt nézd meg, gyárfás, itt micsoda panoráma van. Nézd oda. Ha kell lennél szebb? A szép Péter, de nem lennék. Akar, milyen büszkán. Bérkő. Ott van, nézd meg a sugószúrdok. Látod? Jó hajtva. Ú, basszus, milyen szél van. Ha majdnem levitte az ajtót, nézd meg. Látjátok, ott lehet látni a izén a fűszálakon is. Ezt nézzétek meg. Néha tábla is, ahogy mozog. Látod? Igen. Na, hát látod, itt lefele is azért laknak emberek, de nem egész az útig. Csak ide ez van. Az út lehet, ezen az úton. No, oda nézd, mennyi ember lakik még ott fölfele, abba a völgybe is. Jaj, jaj. Na szép helyre hoztalak, gyárfás? Csak most ezen az emelkedőn is tudjunk fölmenni, igaz? De jövök egy kis lendülettel is. Itt nézd, micsoda hófúvás van, oda néz. Azt a neki. Na csak följöttünk. Ha itt meg milyen lejtő van, ezt nézd meg. Egy arvig halkul, egyszer lütőre. Micsoda? Lütőre is halkul. Jaja. Olyan, Andrei? De itt nem jártam, ilyen hát láttam, mert ne jött kóstolák, gyepetszem, mind azok is ilyen félrefaluk. De itt nyárban sincs megélhetőség, télben sincs. Itt egy állatot, ha tart, itt egyebet nincs semmi csinálni. Itt télen még most ment, de amikor ez a hókász dolgodni jégével alig itt be az út, itt még gyalog sem ember. Ezt a 4 kilométert mi várjál meg? Hát gyalog, bejöhet. Lábbal. Lábbal, de... Láttad a szédás szekeret is, hogy csak jönnek. Bejment, mert hó van, jó van, de amikor télen tavasszali tolvat, jégével alig, akkor mi vál menni?
Hát, ja, jó, jó. Laknál itt gyárfás. Nem én, semmi pénz. Miért nem? Én csak most innetek szabaduljak. Igen? Most valami medve megölnünk, gyár meg haza innetek. Még keresztvetni sem jövök, biztos soha, de vége arratok, nem mondom, hogy nem megy. Nem unom, de itt megélhetőségekben, a vőgyekben, ahol laktok. Hát de látod, emberek. Csak élnek mennyi hát ember élnek, itt. Élnek, de látod, hogy a fiatalság el is van húzódva. Na de itt jó kotlaltunk, talán hát nem láttunk már, biztos az istállóban voltak. Az a kistállóban voltak, egyávát, ja. Itt egyávát nem láttunk. Hát megláttad, mekkora szénarakást vittek hát itt lefele. Mindjárt utolérjük. Szakárszínat vittek, ott nem gond, levitték. De... Hát fönt ott a legelőkön, hát most képzeld el, mennyi szén a teremhet. Hát ott megtudtok, megcsináltok, stb. Ott hagytak, láttad. A rakásokon, a krakó, Péterem itt. Megélhetőség a mai világban. Amit megtárnám, de megesszük. Figyelj, gyárfás, te tudod, a legjobban annyi pénz kell, amennyi az embernek az igénye. Hát a, nem kell több pénz, a pénz nem boldogság. Mert ezek is lehet, hogy jön a nagy hó, aztán egy hétig nem tudnak lejönni a boltba, akkor gondolom van annyi élelmiszerük otthon, hát az nem? Hát az béke szereje, hogy télen hajdá, egy nagy hó lássik, itt minyítsa meg neki. Ha legyen cukorja, lisztje. Kávé, pálinka, sörre. Máli lisztje, turajó, szalonnájó, disznyót lekájsza fel a na, jóba. Disznója csak na, van, na, szerintem. No, de gondold meg, hogy csak a disznyónak mivel hordjak itt az élelme. Hát de mit kell, ha van itt széna bőven. A széna nem jó a disznyónak, attól nem hízik meg, oda telehúzok-e? Hát azt meg fölhozza ősszel. Húzza, húzza, de nehez hájzatjuk. Még nálunk már nehezebb a hátja slotnak. Hát mondjuk, na látod, erre jó volt, hogy láttad ugye Kóstelek, Gyepece, vagy ahol ti laktok, de ez meg még zártabb, mi? Na, aztán még elmegyünk ketten egyszer Romancsikisbe, és nem tudunk kocsival odaig elmenni. Tudnak az emberek, nem olyan jó, de tudnak magyarul. Igen? Elmegyünk ketten oda, és kimegyünk oda egy völgybe gyalog. Igen? Nézzek, hogy hova viszik ki azok és az élelmüket. Igen? No, elmegyünk egyszer oda, a télen egy napot, akkor el tudunk menni akarmilyenkor, mert amíg megyen a kocsi, menj, aztán tovább nem tud menni. Érted? És akkor megmutatom, hogy csak tudnak magyarul annyira, hogy megérted te is, és akkor meglátod, hogy mi van ott is. Úgyhogy vannak ilyen elzárt települések, vannak, hallod vannak itten azért Romániában. Hogy van egy villany. Van, volt. Nem néztem, te volt, nem néztem, volt. De honnét kapja, valonnét tudni. Hát valahol lent szerintem lerövidítik, nem itt az út mellett, hanem csak úgy keresztbe húzzák meredeken. Hát hogy húzták, hogy nem húzták, oda oszlopot kellett állítani, ja. Oda erő kellett, ami kihúzta nekik a villany. Jó. Ja. Igaz-e? Ja. No, na utolérjük ki. Hát látja, hát ők eljárnak a vőgynek a fejbe vannak. Igen. Igazi? Ja. Na, hát csak megtapasztalj, későre is, hogy valamit tudunk, de annyit mondok, hogy itt ezeknek elég nehéz az életjük. Könnyű életjük van, csak nehéz az élet, mert... Na de most nézzük meg, Magyarországon is meg állandóan arról megy a duma, érted, hogy milyen szennyezett a levegő már megint mennyi részen Budapesten, meg... Lehet, hogy nehéz az életük, de 2-3 évvel többet élnek, mert ők friss levegőt szívnak be. Az is rengeteget jelent. Érted? Igaz, hogy rengeteget jelent, ne hol vannak, ők fidek, ebben a völgyben vannak, a völgy fejbe vannak ők. Ja, igaz? Valószínű. Na, azt akarom én nekem. De milyen szép ez az út itt télen, igaz? Hát szépen, hó van, szép. Nyáron virágos, izében. Na, az biztos. De lehet, hogy ott van ki az út, lehet, hogy ott ki is mennek. Na, lehet, hogy arra fele is lehet menni. Gyalogni látod, és ja. Mit tudom én mivel, de... Na, még lehet, hogy terepje. Nézd, oda utolértük a szénás szekeret, de nem baj. Sikerüljük. Kérdőbet meg kell állni. Aztán félre állnak sem inkább. Többet nem fényképezd a szénás szekeret, mert még sokat kell menni, hogy hazaírjél. Jajon. Nehogy megigízd. Többet, tütű, igízet ne szálljon. Nem, és nagy terület, csak oda felhegyezték. Hány köbméter van ezen szerinted? Ez nem köbméter, nem. Nézd oda, hogy kilóra... fékeződik a kerék, igen. Láttad? Kilóra lehet egy 7-800 kilós. Nézd, láttad, hogy fékeződött a kerék? Hát igen, már béva húzva, és akkor, amikor alagóra indulnak, akkor fékeződik. Uh-huh. Itt néztünk be erről a dombról. Igen. Na. Erre veszed el, azt. Na, elférünk mellette? Ne. Lesz ilyen egyenesebb rész, itt megállok egy picit, két fotót még akarok róla csinálni, mert marha jó. De akkor aztán csak az, hogy
hogy menj el itt, hogy azt a fűsülmi, mert nem tudnak állni. Jó. Lófogja, nem fény. Persze. Hát itt egy kicsit vízszintesebb néz itt a szikláknál. Ha ön is szereti Erdélyt, és értékeli az erdélyi túrák Dóri és Péter munkásságát, akkor ön is támogathatja egy liter tej, vagy egy liter üzemanyag árával a munkájukat. Kattintson a YouTube csatorna felületén a csatlakozás gombra, és ott kiválaszthatja azt az összeget, amivel hozzájárul ahhoz, hogy még szebb filmeket készítsen Dóri és Péter az erdélyi túrák. Köszönjük!